Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója, szeptember 8-án, szerdán. Nézzük a legfontosabbakat. Kanizsai siker a Közép-európai Informatikai Diákolimpián. Németh Márton, a BLG diákja ezüstérmet szerzett. Választások, Kanizsán is lesz ellenzéki vita. Civil véradás, ötödször szervezte meg segélynyújtó programját az Zala megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. És most lássuk a részleteket. Nagykanizsai diák remekelt a Közép-európai Informatikai Diákolimpián. Németh Márton Tamás, a Battyányi Lajos gimnázium tanulója, ezüstérmet szerzett a megmérettetésen. Tavaly a BLG adott otthont a CEO-inak, a régió egyik legfontosabb informatikai tanulmányi versenyének. Bár Marci akkor érem nélkül zárta a versenyt, de úgy nyilatkozott, hogy egy-két éven belül komolyabb eredményt is szeretne elérni. Idén ez sikerült neki, 11 ország, mintegy 50 versenyzője közül lett ezüstérmes. A 2021-es Diákolimpia szervezője Horvátország volt, de a járványhelyzet miatt online tartották meg a versenyt. A magyar csapat a gimnázium egyik géptermében oldotta meg a komplex feladatokat. Wilhelm Dávid lett a 2021-es év vállalkozója. A díjat a 20 éves Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara ünnepi közgyűlésén és gazdasági fórumán adták át a Dekréme fagyú tulajdonosának. Kettő jó! Kettő? Ne kettő! Jó legyen kettő! Biztos? Biztos! Még évekkel ezelőtt Dávid édesapja alapította a vállalkozást. A fagylaltozó ennek az egyik mellékága. Avatta be híradónkat Wilhelm Dávid. A most kapott elismerés nagyon meglepte a fiatal vállalkozót, és büszke arra, hogy egy gyümölcsöző évet tudhat magáénak, hiszen ezen kívül is már több díjjal jutalmazták a fagylaltjait és a munkáját. Mivel hogy mikrovállalkozók vagyunk, ezért csak is kizárólag a versenyek elért eredményeinket vették figyelembe, azt, hogy 19-ben mi lettünk az ország fagylalt verseny győztesei, illetve most 2021-ben én lettem a régió fagylalt verseny győztese, ami négy megyét takar, illetve 19-ben voltam csapattag, ahol Európa bajnokságot nyerte a barátom Fazekas Ádám, illetve most 21-ben készülünk a világbajnokságra, amit én megint csapattagként fogok részt venni, és ugyanúgy az Ádám fog versenyezni. Ötödik alkalommal tartott civil véradást a Zala megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az Országos Vérellátó Szolgálat támogatásával. A szervezők ma reggel 9-től délután 1 óráig várták a segíteni vágyókat a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A civil véradás a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága és az OVS közös kezdeményezése. 3 éve indult az összefogás, hogy felhívják a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. A járványhelyzetben még nagyobb jelentőséggel bír, hogy legyen megfelelő mennyiségű vérkészlet, így a helyi képviselők igyekeztek minél több önkéntest elérni. Ismeretségi körünkben, civilek körében próbáltunk megszólítani minél több embert, így a mai nap 16 följelent meg, vegyesen egy pár fiatal és volt ezemében idősebb középkorosztályt jelent meg. Föld Katalin 10. alkalommal vett részt véradáson. Az egyik ismerőse hívta fel rá a figyelmét, és nem is habozott eljönni, hiszen fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalás ezen formáját. Főleg ebben a járványos időszakban azt gondolom több vére is van szükség a betegeknek, és hát remélem hozzájárulok én is annyival a gyógyulásukhoz. Véradásra azok a 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek jelentkezhetnek, akik elérik az 50 kg testsúlyt. Az ősszel járó változások, a kevesebb napsütés és az egyre hűvösebb időjárás sokaknál okoz depressziós tüneteket, a megkérdezett pszichológus szerint. A szakemberek azt tanácsolják, hogy pozitív gondolkodással, az immunrendszer erősítésével, valamint több mozgással könnyebben átvészelhetők a nehézségek. Amikor véget ér egy napsütéses, melegebb, pihenősebb időszak, és ezt felváltja az ősz, az mindig gondot jelent a kevésbé rugalmas embereknek, árulta el Dóber Valéria pszichológus. A szakértő híradónknak azt is elmondta, a szezonális depresszió a legtöbbeknél az ősz borongós napjaival jelentkezik. Az ősz az mindig azt hozza, hogy vissza kell térni a megszokott korábbi napi ritmushoz, véget érnek a szabadságolások, újra bele kell szokni a munkába. Ez együtt jár ugye az iskolakezdéssel is, hogyha valakinek kisebb gyereke van, újabb feladatokkal.
Az emberek számára általában ritmusváltás szokta a nehézséget okozni. Tóth Edit kengú instruktor szerint a sport az egyik legjobb és legegyszerűbb módja a kikapcsolódásnak és a stressz levezetésének. Úgy gondolja, ha valakinek sikerül megtalálnia azt a mozgásformát, amit szívesen gyakorol, az a hétköznapokon felmerülő problémákon is átsegítheti. Akár a futás, akár egy kinti konditeremben való mozgás, bármi, csak sportoljon valamit. Mert lényeg, a testnek is és a léleknek is tényleg jó. És mert nagyon nagy ízével látom most a hétfőtől, hogy nagyon sok fiatal, ilyen kis tizenéveseket láttam itt a konditeremben, és ez nagyon jó, hogy tényleg eljönnek, és itt vannak, és mozognak, és elkezdik. És nem az van, hogy kint az utcán csoportosulunk, beszélgetünk, és a sport meg elmarad. Az edző hozzátette, a hangsúly mindig a rendszerességen van. Kitartással és a lustaság legyőzésével elérhető egy egészségesebb testi és lelki állapot. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Választások. Kanizsán is lesz ellenzéki vita. Gázszünet lesz Letenyén. Karbantartást végez a becsehei gáztározónál a szolgáltató. Nagykanizsán is lesz előválasztási vita. Mint ismert, hétfőn elindult a Partizán és a 444 országos sorozata, amelynek első adásában tartották Berta Krisztián és Horváth Jácint eszmecseréjét. A felvételt Szombathelyen rögzítették. A kanizsai vita szeptember 15-én lesz, 17 órakor, a HSMK Kán Károly termében. Az eseményt a Kanizsa Médiaház szervezi. A részvételhez védettségi igazolvány nem szükséges, ugyanakkor a helyszín befogadó képessége korlátozott. A vita főpontjai az országos politikai ügyek mellett a 03-as számú zalai körzet fejlesztési lehetőségei, problémái és az esetleges kormányváltás utáni célkitűzések lesznek. A disputát élőben közvetítjük YouTube csatornánkon, valamint a szeptember 17-én megjelenő Kanizsa újságban is olvashatnak róla egy hosszabb összefoglalót. Gázszünet lesz Letenye teljes területén szeptember 8-ától 10-ig. Farkas Szilárd, a település polgármestere elmondta, a szolgáltatótól kapta az értesítést, hogy ezekben a napokban végzik a karbantartást a becsehei gáztározónál. Emiatt nem veheti igénybe a földgázt a lakosság. A bejelentés először riadalmat okozott a városban élők körében, elsősorban a főzés és a tisztálkodás miatt. Ebben a három napban vendégétkeztetést nem biztosítanak a településen, viszont az óvodások és az iskolások melegételt, tízórait és uzsonnát is kapnak a helyi konyhai dolgozóknak köszönhetően, akik vállalták a korábbi kelést és az ételek elkészítését egy másik intézményben. A csütörtöki nap az már egy kicsit problémásabb lesz véleményem szerint, hiszen a gáztározó az ki fog ürülni, és emiatt hát a lakosság szíves türelmét és megértését is kérjük, hiszen évente egyszer van egy ilyen karbantartás, amelyet kötelező jelleggel el kell végezni ahhoz, hogy a gázszolgáltatás az a jövőben zökkenőmentes legyen. És akkor elérkezünk szeptember 10-éhez, és reggel 6 órakor már visszakapcsolásra kerül a gáz. Ami azt jelenti, hogy azokban a háztartásokban, közületekben, közintézményekben, ahol a gázszolgáltatás szüneteltetése megszűnik, ott szükséges az úgynevezett nyomásszabályzó szerkezeteknek is a visszakapcsolása, hiszen anélkül nem tudják igénybe venni a földgázt, tehát erre hívnám fel a lakosság figyelmét, hogy ne essenek kétségbe, tehát mindenképpen ezt a nyomásszabályzó szelepet rendeltetésszerűen kapcsolják vissza, és ezt követően vissza fog állni a gázszolgáltatás. Rozé Fröccs Levendulával című lemezbemutató koncertet tartott a Late Night Jazz Band a Hevesi Sándor Művelődési Központban tegnap este. Az esemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg. Több mint 10 éve alakult zenekar kizárólag a Balatonnal kapcsolatos számokat írt a legújabb lemezére, amit nagy örömmel mutattak be a kanizsai közönségnek. A Late Night Jazz Band albumának egyik különlegessége,
hogy a jazz mellett a populárisabb műfaj felé is húznak a dalok. Ehhez a projekthez sikerült egy kiváló énekesnőt megnyernünk, a Németh Kira személyében, aki egy nagyon tapasztalt, kiváló hangú jazz énekesnő, és a másik szerzőtársam pedig Kossz Szilveszter, aki a számokat hangszerelte, és ő is több számot szerzett. Egyébként az album különlegessége, hogy Szabó Leslie is közreműködök szerzőként is, meg előadóként is egy számban, úgyhogy egy színes, változatos anyag sikerült, azt hiszem. A Kanizsai Kulturális Központ támogatásának egyik feltétele, hogy legalább 12 könnyűzenei koncertet szervezzenek a létesítményben. A tegnapi műsor ennek volt a nyitó rendezvénye, az ezt követő hetekben és hónapokban pedig még számos produkciót láthatnak az érdeklődők. Sikerült egy nagyon színes repertoárt összeállítani, hiszen jazzzel kezdünk, aztán szeptember 18-án lesz a következő állomás ennek a koncertsorozatnak, két rock együttes lesz a vendégünk, nevezetesen az AGR és a T-Bag formációk. Aztán 25-én, családi hétvégénk keretében sikerült meghívnunk a Retro Party Boys, ugyancsak nagykanizsai együttest, és hát próbáljuk ezt még a továbbiakban is úgymond tupírozni. A HSMK szeretne minél több programot megtartani, így bíznak benne, hogy ezt a járványügyi szabályok is lehetővé teszik. Évad nyitó összejövetel tartott tegnap a Vokke Kodály Zoltán Művelődési Ház Vasutas Kert és Természetbarát Klubja. A tagok a nyár folyamán már több közös programon is részt vettek, az intézményben viszont már hosszú idő óta nem voltak együtt. A nyári hónapokat megelőzően a vasutas kertbarátoknak is nélkülözniük kellett a találkozásokat a járványhelyzet miatt. A júniusi nyitás és a támogatás azonban már lehetőséget teremtett az összejövetelekhez. Mind a nyári, három nyári hónapban úgynevezett termálturákon vettünk részt, ezt támogatási pénzekből oldottuk meg, az Országos Szövetség is támogat bennünket, és akkor meg tudtuk oldani, hogy mind a három hónapban különböző termálfürdőkben mártózhattunk meg az egészségünk érdekében. A klub vezetése a már megszokott kertműveléssel, növényekkel kapcsolatos előadások mellett újdonsággal is készül az év további részében. Bevezetünk egy egészségállapot ellenőrző témát is, egy biorezonanciális készülékhez jutottunk hozzá, amit majd arra fogunk használni, hogy egy gyors teszt folyamán a tagoknak az egészségi állapotát le tudjuk ellenőrizni. Ez pár perces dolog lesz, egy gyors teszt, amiből aztán következtetni lehet a továbbiakra majd. A csapat egészséges életmód melletti elköteleződése a szezonnyitó összejövetelen is megmutatkozott. A tagok egészséges étkekkel és többféle gyógyteával készültek az eseményre. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Kanizsai siker a közép-európai informatikai diákolimpián. Németh Márton, a BLG diákja ezüstérmet szerzett. Választások. Kanizsán is lesz ellenzéki vita. Civil véradás. 5-5-ször szervezte meg segélynyújtó programját az Zala megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Ez volt a Kanizsa TV híradója szeptember 8-án szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!